A rózsaszín kiállítás az egyik állandó tárlat a Zsolnai negyedben. A következő percekben megtudhatjuk, hogyan és miért is készítettek éppen ilyen árnyalatú kerámiákat. Maga a zsolnai történet az nagyjából 1850-es években indul. Idősebb Zsolnai Miklóssal, aki a belvárosban egy üzletember volt, és hamar felismerte, hogy a kerámia tárgyak azok nagyon kelendőek, így ő is szeretett volna belevágni ebben az iparágba. És legidősebb fiát, Zsolnai Ignácot vette rá, hogy tulajdonképpen tanulja ki ezt a fazekas mesterséget, és majd, hogyha ez megtörtént, akkor így közösen indítsák el a saját kerámia vállalkozásokat. Ez így is lett, Zsolnai Ignác nem messze Pécstől Magyar Lukafán tanulta ki a fazekas mesterséget, és egy év tanulás után ide visszatértek Pécsre, és a Zsolnai gyár területén megvásárolták egy már működő kis téglagyárnak az épületét, és ott kezdték el gyártani az egyszerű dolgokat, a mázolt vízvezetékcsöveket, cserépedényeket, és már akkor is készítettek rózsaszín zsolnait. Az első, legelső és valószínűleg a legöregebb darab, amit a tálaton látható, az a szőlőfeliratú kis edényke. Ezt, ha minden igaz, még Zsolnai Ignác idejében is lehet elképzelhető az is, hogy Zsolnai Ignác készítette. Tehát a rózsaszín tárgyaknak a különlegessége, hogy egészen a gyár kezdete, tehát az 1850-es évektől kezdve már jelen voltak, és már akkoriban is készültek zsolnai mázzak, azzal készített zsolnai tárgyak, de így az 1880-as évektől lettek egyre népszerűbbek. Már akkoriban is egy népszerű szín volt maga a rózsaszín. Jól mutatott egyrészt a polgári, és ugyanúgy jól mutatott a paraszti lakásokban, illetve hogy lehet látni rajtuk, ezek valóban mind használati tárgyak, tehát ezeket használták is, és a legtöbb tárgy az például a boros kancsó, amit a kiállításon felelhető, de ezek mellett sörös kancsók, sörös korsók, olajos és ecetes kannák, illetve a nagyon különleges dolgok, tehát amit a világon gyártani, tehát kerámiából, azt a zsolnai gyár gyártott is, így akár gyufagyújtók, fogpiszkálótartók, gyerekjátékok is láthatók, és a hagyományos dolgok, a kuglósütők, az ételhordók és egyéb nagyobb tálak, amik szintén megtalálhatók a kiállításon. Különös dísztárgyak is készültek ebben az időszakban, ugyanúgy rózsaszín színben. Van egy hármas vázánk, összefonódott vázánk, aminek a különlegessége, vagy a kis háttértörténete az, hogy ha minden igaz, akkor a hármas váza egy ilyen titkos hármas kapcsolatot is, tehát egy szerelmi háromszöget jelképez. Ez ugyanúgy készült egyébként több más színű mázzal, mint ahogy minden egyéb kerámiatár több színben is elkészült, csak talán ez a rózsaszín, ez tényleg egy különlegesebb szín volt. Ha tovább megyünk majd, akkor egy egész fürdőszoba részlet is be van rendezve. Ez már inkább a 19. század második fele, de még a fürdési szokások megváltozása előtt kerül bemutatásra. Itt ugye mielőtt még kialakultak volna a fürdőszobák, olyan eszközöket láthatunk, amiket akkoriban használtak mosakodásra és testápolásra. Aztán, hogyha tovább megyünk a következő terembe, akkor pedig egy polgári lakás, egy 19. század vége felé haladó polgári lakásnak a berendezése látható. Jövő héten tovább kalandozunk a rózsaszín zsolnai kerámiák világában. A következő műsorban az is kiderül, milyen érdekességek láthatók a kiállításon, és hogy hogyan is kerültek ide Pécsre.